szerint nem elkezdenénk. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Budapest Street Media Compiler tervezés és implementáció sorozatának a harmadik alkalmán. És akkor a szokott módon folytatnánk itt a compilerek lelki világával való ismerkedést. Egy kis előadással, egy kis úgymond elméleti bevezetővel, ha úgy tetszik. Mert az előző alkalomnak a végig is emlegettem, hogy most van az igazán izgalmas rész. A szemantikai analízis lépése. Hát még én sem gondoltam volna, hogy ez egy ennyire szerteágazó téma, amikor arra vállalkoztam, hogy itt a következő évet a jelenlegi alkalmat erről a témakörről tartom. Hát ő mondja, hogy ezt több részbe kellett szedni. Úgyhogy most itt ennek a felszínét fogjuk megtapargatni egy kicsit, de remélem, hogy mindenki érvezni fogja és fog valami jót tanulni ebből. Egy kis emlékeztetőt hoztam az előadás elejére. Ugye a legelső alkalommal már beszéltünk a Lexerről, ugye a frontendnek az első számú összetevőjéről, ami ugye közvetlenül a forrásszöveggel dolgozik, és azt kvázi szavakra, lexémákra, tokenekre bontja. Azután a második része, ugye a sorozatnak, a második stage-el foglalkozott a szintaktikai jellemzővel, az a fázerrel, ami egy struktúrált reprezentációt adott a forrásszöveg tokenjainak, STQKS-ének. Megemlítettem még az általános bevezető során, hogy azok a nyelvek, amelyekben van makró, mint nyelvi elem, azokban makró kifejtése, behelyettesítése az ennek a lépésnek a során történik meg a makroprocesszor által. Mi most erről különösebben nem tudunk beszélni. És akkor ezzel le is zártuk gyakorlatilag a frontend kérdését, és belevághatunk. Hát én middleware-nek szoktam hívni, mert ez igazából még se nem is tartozik még a backendhez, de már nem is a frontendhez tartozik. Ez pedig a mai alkalom témája, a szemantikus elemző. Itt láthatjátok, hogy idézőjelben oda van írva, hogy type checker. Ez egy olyan egyszerűsítés, egy nem teljesen helyes, nem teljesen korrekt egyszerűsítés a szemantikus elemző type checkernek hívni, ami talán azért már kicsit rövidebb a szó, mégis nagyon elterjedt. A szemantikai analízisben sokkal több minden van, mint pusztán típus ellenközés. Itt a diagramból láthatjuk is, hogy a szemantikus elemzőknek mik a kimenetei, bemenetei, ebből nyilvánvalóan le lehet szűrni a feladatát is. Nyilván a fázis, illetve a makroprocesszor által kiköpött szintaxisban dolgozunk. Vannak olyan compilerek, amelyek az AST-ből már egy szemantikai gráfot, vagy valamilyen vesztes reprezentációt építenek. Legegyszerűbb esetben erre nincs is szükség, hiszen a szemantikus analízis lépése is ezt meg fogja tenni, miközben a szemantikus ellenőrzés végzi a programban. A kérdés az, hogy miért van szükség szemantikus analízisre? Hát először is itt annyival szeretném elkezdeni, azon szeretném kezdeni a mondokámat, hogy nem biztos, hogy feltétlenül kell konkrét szemantikus analízis lépés egy compilerbe. Tipikusan most én olyan szemszögből fogok a compilerekről beszélni, hogy egy statikusan típusos, adott esetben szigorúan típusos nyelvről beszélünk, amikor viszont fordítási időben elég sok mindent kell tudni a compilernek ahhoz, hogy értelmes kódot tudjon generálni a forrásból. Nem minden nyelv ilyen, tipikusan a dinamikusan típusos nyelvek, script nyelvek, ilyesmik, amiknek nincsen szüksége, vagy nincsen lehetőség adott esetben fordítási idejű típus ellenőrzésre, vagy komplex szemantikai ellenőrzésre, azoknak lehetséges, hogy a szemantikus analízis vagy teljesen hiányzik,
vagy pedig egy egyszerűsített formában, mondjuk egy kódgenerátorral egyben van építve. Azonban természetesen vannak olyan nyelvek, ahol ugye szükséges a szemantikus analízis, ugye ezek a tipikusan a statikusan típusos nyelvek, és azért van itt szükség a szemantikus analízisre, mert attól, hogy a parserben a nyelvnek a nyelvszalán átmeg egy forráskód, és szintetikailag helyes, az még nem jelenti azt, hogy a jelentése is értelmes. Chomsky matematikus, akinek a neve a matematikában esetleg képzettebb, járatosabb résztvevők számára már ismerős lehet, de ilyenekről volt Chomsky normál forma is hasonló. Ő volt az, aki a szemantikus analízisnek a, hogy is mondjam, egy nagyon jó demonstráló példamondatot alkotott, ami úgy hangzik, angolul, hogy colorless green ideas sleep furiously, tehát hogy a színtelen zöld ötletek mérgesen alszanak. Ugye ez egy szintaktikailag helyes angol mondat. Tehát van benne, igen, van benne valami állítmány, vannak benne bővítmények, a megfelelő sorrendben vannak az egyes mondatrészek, illetve az egyes bizonyos szavak. Ettől még ez egy teljes koncept ez a mondat. Értelme nincsen. Egymásnak ellentmondó tulajdonságokban, ugye ez a színtelen zöld, ez már a leve egy ellentmondás. Meg hogy lehet ugye egy ötlet a zöld. Tehát ennek nincsen jelentése. És valahogy a programozási nyelvekben is lehet olyan konstrukciókat létrehozni, amik ugyanilyen vannak helyesek, de nincsen értelmük. És ezeknek a kiszűrésére szolgál a szemantikus analízis. Annak a kérdése, hogy miért lehet egyáltalán szemantikailag helytelen, de szintaktikailag korrekt programokat létrehozni, ugye egy nagyon nyilvánvaló válasz az, hogyha emlékszünk a múltkori párszeres előadásról, hogy szeretjük alapvetően, hogyha kontextusmentes a nyelvnek a nyelvnek. Ez azt jelenti, hogy a párszer nem tud semmit, vagy ideális esetben minden kevesebbet, fogalmazunk így, az egyes szimbólumoknak a konkrét jelentéséről. De természetesen a programozó, meg a compiler többi része, az nagyon pontosan találja ezeket, hiszen azáltal tudunk jelentést adni a programnak, hogy egyes elemének jelentést adunk. Úgyhogy ezért kell az, hogy a parserben kicsit okosabb, hogy úgy mondjam, egyen magasabb szinten lévő egység leellenőrizze a szemantikát. A szemantikus analízisnek több lépése van. Gondolkoztam sokat azon, hogy mit írjak ide, hogy valami opcionális analysis, vagy steps, vagy kinds, vagy valami egészen más. Amikor a kinds-ben maradtam, a steps-ot azért nem gondoltam volna jónak, mert ezek igazából nem olyan lépések, hogy egyiket a másik után lehet végrehajtani szigorúan, vagy úgy kell, vagy úgy szabad. Nagyon sok lépés, amit majd azt a később még látni fogjuk, egymással összefügg. És a valós életben nem is nagyon szoktak olyan szemantikus analízis írni, ahol ilyen szigorúan elválnak egymástól, időbeli sorrendiségben a mondjuk egy lépésen belül lévő elemzések. Miket csinál rá a szemantikus analízis? A legismertebb, vagy ahogy is mondom, a legnyilvánvaló feladata az a típusoknak az ellenőrzése. Típus inferenciával rendelkező nyelvekben pedig a típusoknak a típus inferencia maga is. Tehát a bizonyos a típusoknak a kikövetkeztetése. Azokban a nyelvekben, amikben létezik olyan, hogy scope, vagy névtér, vagy élettartam, vagy ilyesmi, azokban ezeknek az ellenőrzése is ennek a feladata. Ez adott esetben a típus rendszer része is lehet, majd ezt is látjuk mindjárt, hogy olyan. Data flow analysis és a control flow analysis, ez két olyan dolog, ami a program menetének futásának, illetve a programban lévő értékek kifejezése, élettartamával kapcsolatos információinak az ellenőrzésével és kikövetkeztetésével szolgál. Majd mindjárt látjuk, hogy ez fontosan olyan, hogy mire való. És nagyon sok mindent ide lehet még sorolni a szemantikus analízishez. Én most ezt a négy
módot hoztam nektek főleg, mert ez már egyszerűsebb. Amit már azt úgy említettem, a szemantikus analízis lépései, azok nagyon erősen összefüggnek. A négy lépés közül kiemeltem négy olyan párosítást, ami kifejezetten gyakran és jól láthatóan előjön. A típus ellenőrzés és a scope feladás kérdése az úgy jön elő, hogy nem tudom, ki az, aki tanult esetleg ilyen matematikusabb vagy elméleti, ilyen típus elméleti dolgokat valaha egyetemű is van, stb. De hogyha esetleg valakinek a lambda kalkulus ismerős, akkor abban szerepel egy ilyen fogalom, hogy type in context. Arról van szó, hogy a típusoknak a matematikai leírásában szükség van arra, hogy az éppen látható vagy szkóban lévő változóknak és konstansoknak is egyéb név bindingoknak a típusát azt úgy adjuk meg, hogy gyakorlatilag egy halmaztat vagy függvényt rendelünk az egész procedúrához, amiben minden egyes szimbólumnak haladjuk a típusát. Akkor a scope feloldás és a data flow analízis az úgy függ össze, hogy bizonyos nyelvet, például a Rust-ot nagyon szép példája ennek, olyan típusrendszerrel dolgoznak, amely típusrendszer valamiféle megkötéseket tesz a változók élettartamára vonatkozóan. Rustban az úgynevezett affin típusrendszer van megvalósítva, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden változónak alapértelmezésben null szemantikája van, amikor értéket adunk egy változónak, akkor a jobb oldalról azt az értéket kiszedjük, és nem pedig másoljuk, és utána az a változó az üres, kvázi használhatatlan lesz. Igen, itt van egy kérdés. Miért affinnak hívják ezt a valamit? Más kérdésben, amikor látom már itt mondani, hogy mind az index type-ot, mint a ideális, köszönöm. Tehát az volt a kérdés, amit megismétlem a felvételben a streaming kedvéért, hogy miért affin-típusoknak hívják ezeket, miért nem például lineárisnak, mint más nyelvekben. Mi volt a másik kifejezés, amit mondtál, hogy uniqueness types. Na, arról van szó, hogy az affin és a lineáris típusok azok különbözőek, ugyanúgy, ahogy az affin kombináció, a lineáris kombináció, az affin geometria, a lineáris geometria is különbözik. Az affin típusoknak az a sajátsága, hogy az affin típus rendszerekben lévő értékek azok legfeljebb egyszer használhatóak, tehát ezeket az értékeket nem muszáj használni vagy nyúlni. Ez jó. Igen, és viszont a lineáris típus rendszerből pedig kötelező. Tehát egy lineáris típus rendszerben, amikor nem használsz egy változót, akkor az egy hardware van. Affin típus rendszerben. A uniqueness az pedig szerintem mind a kettőre vonatkoztatható. Ugye mind az affin, mind a lineáris típus rendszerből következik az, hogy egyszerre csak egy, hogy is mondjam, tulajdonos lehet a mozgatási szemantika miatt. Én pontosan nem tudom most hirtelen, hogy ez a uniqueness type ez mit jelent, de valószínűleg szerintem mind a kettőre alkalmazható, hogyha kicsit túlzom észre kéne ezt megtippálni, hogy mit csinál. Jó van. Igen, csak az utolsó példa, amit hoztam, ez a data flow analysis és a control flow analysis összefonódása. Hát ezt talán a lehető legnehezebb megcsinálni érzésem szerint. Amikor a DFA-t és a CFA-t egymásra keresztjük, akkor igazából azt a kérdést tesszük föl, hogy a számításnak mely lépése mely értékeket eredményezte. Tehát ez megint csak nagyon jól használható arra, hogy mondjuk ha nem használt változókat, nem elérhető kódrészleteket detektáljuk. Tehát ezek például compiler warningok szempontjából nagyon fontosak és értékesek, meg természetesen optimalizációk szempontjából is alacsonyabb szintű kódon nagyon értékesek. Ma nem kifejezetten lesz szó erről az utóbbi két lépésről, mert ezeket elég hosszú elmagyarázni, ezek így komplexebben kell meghozni, hogy graph algoritmusok, meg mit tudom én, úgyhogy erre nem vállalkoztam, de természetesen aki szeretne, az annak nagyon javasolt, hogy utána nézze, lehet, hogy majd a következő alkalmat megállítani ezeket is, mert van benne, nagyon sok minden.
ezt a diát csak elrettentésként hoztam, hogy mi az elméleti háttere itt ennek a sok-sok szép mesének, amit most az előbb elmondtam nektek. Rengeteg matek van mögötte. Formális logika, formális szemantika. Ugye a lambda tartós már emlegettem itt az előbb. Ugye ez Church volt, aki megalkotta. A formális szemantikának is rengeteg ága van. A két legfontosabb, amit megemlítettem, denotation és operational szemantika, ami igazából két különböző szemléletmódú módja annak, hogy formalizáljuk egy programnyelvnek a szemantikáját. Akkor a típusokra van külön olyan ága a matematikának, hogy típus elmélet, itt ilyen hívó szavakat írtam, hogy theory Howard correspondence, ugye ez egy jól ismert tétel, ami gyakorlatilag azt mondja ki, hogy egy állítás vagy egy tétel az egy típus, és a típust implementáló program az pedig annak a bizonyítása, annak a tételnek a bizonyítása. És ezt is vannak, akik nagyon ügyes matematikusoknak programozók, ezt kipacsalták, és akkor ebből csináltak olyan programverifikációs rendszereket, amik bizonyítani tudják egy program helyességét és hasonló. Ez a FOC, meg az ilyesmi rendszerek. Formális típus rendszerek is léteznek, ugye ezek olyan matematikai konstrukciók, amik matematikai precizitással írják le a típus rendszereket. Funkcionális nyelvek esetében manapság nagyon népszerű az úgynevezett Hindley-Milner típus rendszernek a használata. Ezt a típus rendszert onnan lehet megismerni, hogy nagyon könnyű benne széles körű típus inferenciát végezni, valami nagyon jó algoritmus, W algoritmus, ami gyorsan megoldja a típus inferencia kérdését és nagyon okos, úgyhogy ezért szeretik a funkcionális nyelvek, többek között a Haskell is ezt használja, a Rust is ezt használja szintén. Data flow és control flow analysisnek ugye itt ezeket az analízis lépéseket tipikusan gráfokon, tehát data flow gráfokon, meg control flow gráfokon illik végezni. Úgyhogy ennek már a gráfelméleti és gráf algoritmusokhoz áll közel ennek az elméleti háttere. Azon kívül persze, hogy ez egy vicces, nagy jól hangzik, hogy ezt elrettentésnek hoztam. Természetesen itt arra számított, hogy akit ez érdekel, de mondjuk nem tanult belső matematikát, az ha érdekli ez a témakör is szeretne mondjuk a formális hátterében is elhangosnak lenni, akkor ezen külön jó szavakból tud kiindulni. Igen, ezt már elmondtam igazából, ami ezen a milyen van, hogy nagyon csak a felszínt fogjuk megkapargatni. Mivel ennyi minden sok szép elmélet van mögött, amelynek még a nagy része az nekem is hátra van, hogy ezt megtanuljam minden, vagy kihúzja. Szóval nem vállalkoztam arra, hogy most ezt minden mondjuk nektek. Inkább, amit azt mondom, megszoktam, tehát néhány praktikus, implementációs kérdést vetek föl, méghozzá a két legegyszerűbb témakörből. Az egyik az a szkópoknak a kezelése, ami egy egydiás, hát nem is mondanám algoritmusnak, ez gyakorlatilag teljesen triviális megoldás. És ugye a scope resolution az egyszerűen kikerülhetetlen egy compiler írásakor, mert a scope resolution nélkül nem tudjuk, hogy melyik változó éppen mit csinál, éle, hal-e, scope-ban van-e, nincs-e. A típus kapcsolatnak az ellenőrzése is fontos, tehát anélkül ugye meg nem lehet alacsonyabb szintű kódot generáltatni. A típus inferencia ez ilyen nice to have opcionális feature, mivel viszont az úgynevezett lokális típus inferencia, mert ezt is mondom, hogy mit jelent, a lokális típus inferencia bizonyos formái nagyon könnyen megvalósíthatóak, ezért azt is el fogom magyarázni. DM, CF az ugye, mint mondtam, lenne. Egyetlen egy dolgot szeretnék itt megemlíteni. A ciklusok belsejében való control flow utasítások, például a klasszikus break és continue utasításoknak a szemantikus analízise, az igazából ezeknek a helyes használatát nagyon könnyű ellenőrizni.
egyszerűen arról van szó, hogy építünk egy olyan stack-et, amivel egymással vannak pakolva az egyes egymásba ágyazott szkópok, és mindig megnézzük, hogy van-e a stack-el olyan szkóp, ami egy ciklus reprezentál egy ciklusnak a töltsét. És ha van ilyen, akkor megengedjük, hogy legyen break vagy counting. És ha nem találunk egyáltalán a stack-el olyan szkópot, ami egy ciklusnak a töltsét reprezentálja, akkor hibával visszatérünk, hogy bocsánat, te nem vagy egy ciklusba, te nem használod break-et meg counting-t. Nagyjából ennyi az algoritmus, ezért mondom, hogy ez triviális ennek az ellenőrzése. Természetesen, hogy konkrétan milyen utásokat végeznek ezek az utasítások, azoknak az elemzése, mondtam, hogy optimalizációhoz, meg unreachable code warningokhoz, már kicsit macerásabb. És akkor álljunk is neki a scope-ok, a scope resolution egyik lehetséges megvalósításának. Ez konkrétan egy olyan implementáció, amit én személyesen használtam már, és írtam ilyen scope resolution egy egyszerű script nyelvhez. Miről van szó? Arról van szó, megint csak egy stack-et csinálunk, ugye nagyon szeretjük a stack-et használni, mint adatszerkezetek olyan adatoknak a tárolására, amik ugye ilyen fa jellegűen egymásra vannak ágyazva, mint ahogy ugye a scope-ok is egy programozási esetén. Következőt csináljuk. Minden egyes változó deklarációnál a stack legtetejére beletesszük mondjuk a változó nevét, vagy a változó nevéhez tartozó, a változó egyedileg azonosító valamilyen indexet, unique identifier-t várunk. Amikor pedig egy belső scope nyílik, akkor a stackre rápusolunk, rányomunk egy új halmazt, amiben megint csak szépen akkumuláljuk az ő benne közvetlenül lévő változókat. Amikor egy scope pedig bezárulik, akkor pedig poppoljuk, leszedjük a stack végéről, meg semmisítjük az utolsó elemét, az utolsó halmazt. Milyen jó ez? Gyakorlatilag itt implicitán a compilernek a futása közben meg fog jelenni az adott scope-ban lévő állapota, láthatósági állapota az összes változónak. Amit látjuk, hogy itt van a piros nyitó zárójel, meg a piros zárójel közötti scope. Az elején még egy üres stackunk van, azt jelzi a két kis szögletes zárójel. Következő lépés, amikor deklarálunk egy A nemű változót, és inicializáljuk, azt teljesen vagy, hogy inicializáljuk-e. Az A nemű változót ekkor betesszük egy halmazba, és ezt átnyomjuk a stacknek a tetejére. Utána jön egy új scope, akkor a stacknek a tetejére megint nyomjuk egy halmazt, és akkor ebben először, amikor a B változót deklaráljuk, akkor beletesszük a B változó nevet. Ugye nagyon fontos, hogyha mondjuk a B és a C között lenne, B és a C változó deklarációja között lenne valami utasítás, akkor azok még csak az A és a B neveket látná a stack-en. Tehát ugye ezzel a változóknak a deklaráció sorrendjét is egyben implicite figyelembe vettük. És fel a C-t is deklaráljuk, akkor azt ugye nagyon fontos, hogy a végéhez fűzzük hozzá ugye a belső scope-ot reprezentáló második halmazhoz. És amikor ugye szépen a scope-ok bezárulnak, akkor popolunk a stack-ről, és nyilván, hogyha jól csináltunk mindent, akkor a végén a compiler-en egy üres stack-et kell kapnia. Ennek az ellenőrzése, vagy ennek a típus ellenőrzése, vagy scope ellenőrzése való használata, az úgy néz ki, hogy amikor egy változót használ a programszöveg, forráskód, akkor megnézzük, hogy az a változó benne van-e, rajta van-e bármelyik halmazban, benne van-e bármelyik halmazban a stack-en. Elkezdünk a stack-nek a tetejéről nézelődni, hogyha mondjuk a C változóra hivatkozok, akkor az benne van-e a stack tetejét jelentő képelmű halmazban. Ha abban nincsen benne, most éppen benne van, ha nem benne benne, akkor mennék egyen lejjebb a stack-en, stb. Természetesen, hogyha nem találjuk meg sehol a stack-en ezt a változót, akkor mondjuk fordítási hibával leállunk, azt mondjuk, hogy nincsen változó, vagy hasonló. Típus ellenőrzés.
megint csak fátat rajzolgattam nektek. Ezt a diát már, vagy ezt a képet, ezt már láthattak az első előadás során is. Az egyik legegyszerűbb, hát hogy is mondjam, köztes reprezentáció egy compilerben, amin már szemantikai információt is hordoz, az egyszerűen egy ASD, ami annotálva van típus információval. Tehát minden egyes ASD módnak lehet, vagy van, vagy nincs, egy hozzárendelt típus információja. És ugye ezt nagyon egyszerűen meg lehet csinálni, nagyon szépen rekurzív algoritmusokkal, rekurzív bejárással működik típus ellenőrzés, típus inferencia, és ezt mutatom is meg. Egészen pontosan a lokális típus inferenciáról fogok nektek beszélni. Lokális típus inferencia azt jelenti, hogy egy függvényen belül, vagy esetleg a definíció kérdése, az is lehet, hogy csak egy kifejezésen, vagy egy statementen belül próbáljuk a típusokat kikövetkeztetni, és függvényen kívülre már nem megyünk, vagy egész fordítási egységben nem megyünk. Amit itt megjegyeztem rögtön az első pontban, az az, hogy a lokális típus inferencia az nagyon hasonló algoritmussal valósítható meg, mint egy naív kódgeneráció, vagy kódgenerálás az ASD-ből közvetlenül. Ilyen kódfejlet is írtam már egyébként, ez nagyon érdekes megfigyelés, hogy nem mindenképpen szükséges köztes reprezentáció a compilerben, hanem egészen egyszerűen a parzernek a kimenetét képező ASD-nek a rekurzív bejárásával közvetlenül lehet kódot generáltatni. Nyilván optimalizálni azt nagyon-nagyon nehéz ilyen formátumban, és nem is szoktam, de hogyha erre nincsen szükség valami miatt, akkor nyugodtan lehet egy ilyen compilert építeni, ami egyszerűen egy parzerből és egy hozzá csak egy kódgeneráló részből áll. Azonban, amikor típusokat, típus inferenciát végzünk, akkor a kódgenerálás helyett az egyes csúcsok közötti típusoknak az összefüggéseit vizsgáljuk, és az éppen bejárás alatt lévő csúcsnak a típus információját az alapján módosítjuk. Nyilván hogyan lehet bejárni egy fát, vagy fölülről lefele, ugye a gyökértől kezdve a levelekig, vagy pedig alulról fölfele, a levelektől kezdve a gyökérig. Mind a kettő típusú bejárásnak van gyakorlati jelentősége a típus inferenciában. Az egyik ugye ez a bottom-up, ami talán az egyik megvalósítás, meg elképzelés. Az, hogyha van valamiféle műveletünk, vagy utasításunk, aminek vannak gyerekei, akkor ennek a műveletnek vagy utasításnak a típusát a gyerekeknek a típusait fogják meghatározni. Tehát először kiszámoljuk a gyerekeknek a típusát, és utána ebből kikövetkeztetjük az adott csúcsnak a típusát. Például ilyenek a matematikai operátorok. Azt mondom, hogy van egy plusz operátorom, annak van két gyereke, mind a kettő egy, mit tudom én, 32 bites egész szám, akkor összeadom őket, akkor abból lesz mondjuk egy 33 bites egész szám. És akkor így a szülőnek a típusa, az a gyerekek típusának a függvény. Hogyha van például egy függvényhívásunk, akkor ez is ilyen jellegű, mert azt mondom, hogy a függvényhívásnak ugye van két gyereke, úgy az ASD-ben mondjuk van egy függvény, amit hívunk, meg van egy valamiféle tuple, a paramétereknek a mondjuk így halmaza, paramétereknek az egymás utánja, és nyilvánvalóan a függvényhívásnak az értékének a típusa, tehát ami a függvényhívás értéke lesz, az attól függ, hogy a függvénynek ugye visszatérési értéke. Tehát ebben az esetben egyszerűen a hívásnak, mint utasításnak a típusa, az a függvény visszatérési típusa lesz. A másik irányú, a top-down inferencia, az például arra jó, amikor van egy magasabb rendű függvényünk, tehát egy olyan függvény, amilyen maga a paraméter is egy függvény, vagy az egyik paramétere. Nyilván, hogyha van egy ilyen magasabb rendű függvényünk, és mondjuk megadjuk neki, hogy milyen típusú függvényt szeretnénk neki átadni paraméterül, akkor onnantól kezdve nekünk teljesen fölösleges explicite megadni például annak a függvénynek a típusát, amit átadunk neki. Tehát, hogyha van mondjuk
egy, van egy MET, azt mindenki ismeri, hogy a Rigibus ilyen függvény, és azt mondom, hogy mondjuk a MET esetén egy intről egy stringben, mondjuk stringben konvertálja a függvényt, hogy nyilvánvalóan bármilyen függvényt adunk át neki, azt szeretnék, hogy ilyen típusa legyen, és hogyha mondjuk egy lambda függvényt, vagy egy dozsor, vagy egy függvény literált adunk át neki, akkor megtehetjük azt, hogy nem adjuk meg a függvénynek például a visszatérésen a paraméter típusait, hanem egyszerűen azt mondjuk, hogy hát a compiler úgy is látja, hogy van egy függvényhívásunk, egy függvényhívás utasításunk. És ez a függvényhívás utasítás egy ilyen és ilyen típusú függvényt vár el. És akkor azt mondom, hogy ha nincsen ennek a paraméterből átadott függvénynek megadva a például a paraméterből visszatérési típusa, akkor feltételezem, hogy pontosan az, mint amit átadott, mint amit a magasabb rendű függvény vár. Hát nagyjából ennyit szerettem volna most így elmondani bevezető jelent, és ha van valamiféle kérdésetek, akkor azt szívesen várom. Nincsen kérdés, nagyszerű, akkor szerintem meg is állhatunk a kódolásnak. Ha fölmentek a GitHub oldalára, tehát a mai alkalom oldalára, akkor ott fogtok találni Nézzi Gábornak a legutóbbi kommentje, az egy link, egy Dropbox-os link, egy zip file-ra mutat, és abban a zip file-ban van benne az a kis kezdőcsomag, ilyen starter pack, ami szükséges lesz a kódoláshoz, úgyhogy azt töltsétek le. Sikerült letölteni, akkor először is én megmutatnám nektek a typen.swift file-t. Ebben nem fogunk most semmit írni, csak ezt azért mutatom meg, hogy ismerkedjetek ezekkel a típusokkal, amik itt ebben vannak. Következőről van szó, hogy a típusoknak a leírására itt ilyen abstrakt osztályokat használunk. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy az egyes típusokat reprezentáló objektumok, amikből majd szépen ugyanúgy egy fát fogunk építeni, mint az AST volt. Ezeknek gyakorlatilag csak az osztálya számít, tehát maga a típusuk, és nem mondjuk az identitásunk. Az a kérdésem, hogy a Swiftben egész, mivel már van algebra vagy a típus, egész jól lehet benne funkciósan programozni. Miért ezt a algebra-kérdéket tudok választani? Köszönöm. A kérdés az volt, hogy egy nagyon jó kérdés, hogy ugye a Swiftben most már vannak algebrai adattípusok, konkrétan ugye már összegtípusok is, tehát ugye az ilem azt tud olyat, hogy tetszőleges adattagokkal fölruházzuk az egyes elemeit az ilemnak, és hogy miért nem ezzel csináltuk. Ez csupán személyes preferencia kérdése. Én egy jelenlegi projektben egy compilert, amit C++-ban írok, ugyanezt a módszert használom, és ezt a kódot bevallom őszintén, ezt nagyon gyorsan kellett megírnom, mert igazából majdnem úgy volt, hogy a mai minden kódot nem tudom megtalálni.
tartani, de aztán mégis, úgyhogy nagyon gyorsan kellett megírnom. És ezért, azt az elvet követtem, hogy if it ain't broken, then don't fix it. Úgyhogy valószínűleg egyébként annyiban jogos a kérdés, hogy hogyha egy inámmal és ilyen összetípusokkal csináltam volna meg, akkor lehet, hogy rövidebb is szervett volna a kód. Úgyhogy házi feladat átírni ilyennel. De most, nem jutott jobb az eszembe a hagyományát. De egyébként teljesen jogos komment. Valószínűleg, hogyha nem ez lenne most nagyon benne a fejembe, hogy én most C++-ban írom éppen egy compilert, és ugye C++-ban ilyet nem lehet csinálni, akkor lehet, hogy nem így jártam volna meg. Van egy darab abstract osztályunk, type annotation, ami a típusokat reprezentálja. Ennek különböző leszármazottjai a void típus, az egész típus, double ugye levegőpontos típus, egy string típus, és egy hívő típus. És itt láthatjuk, hogy hogyan keletkeznek ugye a struktúrák itt a típusokból is. Hát nekünk itt ez az utolsó típusunk, igen, itt csak egy ilyen segélyhívvény van. A lényeg az, hogy ugye ez a function type is egy olyan típus, aminek a gyerekei, tehát vannak gyerekei és a gyerekei is típusok. Tehát ugye az argumentumának a típusa is lehet tetszőleges típus, meg a visszatérési értéke is lehet tetszőleges típus, és éppen ezért függvényekből például lehet tetszőleges fastruktúrát építeni. Ha lenne mondjuk struct típusunk, aminek ugye lenne egy listányi gyereke, vagy lenne egy, mit tudom, egy több típusunk, aminek csak egy gyereke lenne, az elemtípus, vagy adott esetben kettő az elemtípus, meg a méret, meg hasonló. Vagy hogyha lenne generikus típusunk, amiben ugye a típus paramétereket is gyerekekként kellene kezelni, akkor azok is nyilván hozzájárulnának a fastruktúra kialakításához. Igazából semmi érdekeset nem csinálnak ezek az osztályok, tényleg csak azért vannak itt, hogy különböző típusok, különböző osztályok legyenek, ezt majd fogjuk a kódban használni. A type from type name függvény az egyszerűen annyit csinál, hogy ugye gyakorlatilag csak primitív típusok vannak a függvény típusokon kívül a nyelvünkben, amit itt csinálunk. És ezért nagyon egyszerűen megoldható a típusoknak a reprezentálása. Egyszerűen a típusokat azonosítja a nevük. Tehát ha azt mondom, hogy void, akkor ő egy void típus lesz, akkor abból bőrvenyesítünk egyet. Ha azt mondom, hogy int, akkor egy int típus lesz. Nyilván ez egy valós, vagy hogy is mondjam, egy komolyabb, meg öltalap típus rendszerű nyelvnél, ez nem lenne ilyen egyszerű, hogy minden egyes típus neve azonosít, de nálunk ez gyakorlatilag a függvény típusok kivételével minden primitív típusra érvényes. Úgyhogy ez a type from type name függvény ezt csak ennyit csinál. A fájl, amivel a módosításokat fogjuk végezni, az az AST, a Swift. Megint csak el kell mondanom, és tökéletesen bevallom, hogy ez nem a legszebb módszer, amit én itt most megvalósítottam, hogy minden egyes AST osztálynak van infer type metódusa. A típus inferenciát koncepció szintjén illene elválasztani az AST-től, viszont mivel az bonyolultabb lett volna, és lassabb lett volna megírni, és valószínűleg ezért mind nekem, mind nektek kevésbé lett volna alkalmas, azért arra gondoltam, hogy akkor most egyszerűen, mivel úgyis az AST-t fogjuk köztes reprezentációnak használni, ezt én már szépen előre elterveztem. Ezért teljesen fölösleges megpróbálni mindenféle, mit tudom, hogy vizikort, partnereket, meg ilyesmiket bele szuszakolni a kódba. Úgyhogy így most nem lett olyan eredményes, nincs benne annyi decoupling, de működik, és nem annyira borzalmas. Úgyhogy, igen. Ugye az AST ős osztály az egy abstrakt osztály. Mindenki nem igen indik megkérdezni, hogy milyen típusa van, mert ő ezt nem tudja magáról, és nincs értelme ezt megkérdezni. Viszont gyakorlatilag minden más konkrét AST osztálynak már igen. Vannak olyan, tipikusan ugye a típusokat akkor szeretnénk ellenőrizni, mert akkor van a típusokra szükség, amikor kifejezésekkel értéket produkáló
műveletekkel dolgozunk. Tehát mondjuk statementek esetén tipikusan nem, vagy azt is lehet mondani, hogy a statementeknek a típusa minden esetben void. Én erre az utóbbi megoldásra szavaztam. A compiler nem is fogja a statementeknek a típusát egyébként nézni a későbbiekben. Úgyhogy vannak olyan részek, ahol például nem muszáj a típus inferenciát implementálni, de én ezt azért megtettem. Most szépen megnézem, hogy mik azok, amiket én szerettem volna, hogy megírjunk. Hét is hűbőzve jól számolok. Igen, hét hűbőzve fogunk megírni. Az első rögtön függvény deklarációknak a típus inferenciája. Ha emlékeztek, akkor vannak a példakódban, a kiadott példakódban. Vannak olyan függvény deklarációk, amikhez nem tartozik függvénytörzs. Nekem az a tervem, hogy amikor majd a nagyon jól előre haladott állapotban lesz a compilerünk, akkor ezek egyszerűen kívülről, mint amilyen C-ben, vagy Swift-ben, vagy valami más nyelven nem írt függvények lesznek, amelyeket nem ebben a fájlon fogunk megírni, hanem csak deklaráljuk őket, és majd a linkerrel intézik, majd teszi a dolgát. Tehát vannak ilyen kettő fontos veszi a végződő függvény deklarációi. Közben valamiért már megint átállítodott a jó kis villanygyűzet kihasználásom. Na, és akkor írjuk is meg a függvény deklarációknak az infertile metódusát. Csak kommentezzétek ki, a függvény szignatúra az már megvan adva. És akkor mutatom is, hogy mi az, amit be kéne írni. Most itt az egyszerűség kedvéért soronként fogom átmásolni, de ti akkor láthatjátok a képernyőn, hogy mi van. Aki szeretné ezzel is kezdeni gépelni, az úgy is most át fogom másolgatni szépen soronként. Ugye egy függvény deklarációnak a típusa nyilvánvalóan függvény kell, hogy legyen. És egy függvénynek ugye két típusból áll össze a típusa. Matematikus nyelvezetten ugye a függvénynek a típusa az a paraméter és a visszatérési típusnak a szorzata. Úgyhogy először is meg kell kérdeznünk. Ugye a parser visszaadja a függvény argumentumának a típusának a nevét, meg a visszatérési értékének is a típusának a nevét. Egyik sem biztos, hogy létezik, tehát a függvény lehet void paraméter, meg void visszatérési értékű is. És akkor ebből szépen ilyen típus példányokat létrehozunk. Ez lesz a p-type, meg az r-type. És utána ezekből egy function type függvénytípus példányosítunk. Úgyhogy ezt a három sort én ezt most ki is másolnám itt nektek. Egy kézzel kicsit nehézkes a... Ja, két terminál között persze nem tudok másolni. A kompszerveszképpel. Vagy ami még jobb megnyitni a másikat, mert... Kicsit másolni, mert akkor ezt is tudnak követni. Volt egy kérdés, még
hozzá az, hogy csak egy paraméter lehet a függvényeinknek. Igen, jelenleg most az egyszerűség kedvéért úgy van megírva, mint a fázer, mint ugye most a szemantikus analízis, hogy minden függvénynek legfeljebb egy paraméter lehet, tehát 1 vagy 0. Ez csupán az egyszerűség kedvéért van így, de jogos az észrevétel. Van pontosan egy paraméterkívus, ami vagy volít, vagy valami. Több paraméter, de nyilván azt is elkezelni, hogy a paraméterek szóltak lenni a típusai. Így van, tehát a megérzés az volt, hogy hogyha több paraméter lenne, akkor szintén lehetne egy szóltat típusként, a paraméterek típusának a szóltataként egységesen kezelni a paraméterkívust. Ez egy nagyon jó gazdálatás. Az általamhoz, hogy már emelhetett compilerben pontosan ezt csinálom. Azt mondom, hogy a paraméter típus az lehet egy tábla is. Egész egyszerűen. A típus inferencia algoritmuson mindössze annyit csinál, hogy a kikövetkeztetett típusokat, azokat eltárolja minden egyes érintett csúcsba. Type N adattagja, vagy példányváltozója, propertie az AST osztálynak, az erre szolgál, ő egy opcionális type annotation típus, vagy nincs, ilyen esetben van. És amit én nagyon hasznosnak találtam itt a típus inferencia írása közben, az ugye, hogy nem csak eltárolni akarjuk ezeket a típusokat, hanem szeretnénk ezeket később felhasználni, például ugye a bottom up inferencia közben, a gyerekeknek a típusait szeretnénk felhasználni a szülő. Úgyhogy célszerűség okokból én annyit még megtettem, hogy ezt a type annotation-t, amit éppen hogy csak kiszámoltunk, ezt ugyanazzal a lendülettel vissza is adjuk. Úgyhogy ezzel tér vissza a függvényünk. Úgyhogy az infer type, miután kikövetkeztette az értéket, mellékhatásként eltárolja és vissza is adja a típus annotációt. Csinálni, hogy én ezt teszteltem ezt a kódot, ez működik.
Most jó kis fiú módjára szépen, szépen átmásolom ide, hogy ez mindenképpen működjön. Biztos a verseny benne, hogy működik. Van tényleges kód része is, ténylegesen egy függvény törzs, ami ugye a függvénynek a viselkedését meghatározza. És éppen ezért őnek is szeretném megállítani a típus inferenciát, úgyhogy a szempont benyelnek is mondom egy olyan, hogy infertile. Tehát ez azért kell, hogy a függvénynek a törzsében lévő kódot is, ugye tipikusan a kód után nagyobb része a függvények törzsében van, ott azokra is meghívja a típus inferenciát. Most az, hogy én kikommenteztem, az ugye gyakorlatilag a függvény deklarációknak a típus inferenciája, hogy megkockáztatom azt, hogy inkább azt mondom, hogy return super.infertype, hát, ha működik. Működnie kellene elvileg. Azt is meg kéne csinálni, fontosabb, hogy a self-contype annotation-ba is elmenteni. Ez itt egy félreértés, ugye a super az nem egy objektum. A super pont valamilyen metódus hívás azt jelenti, hogy a self-objektumon hívom meg a subclass-nak a metódusát. Tehát a super.infertype az már a self-be eltárolta a kikövetkeztetett típus, tehát nem nincsen szükség, hogy külön még egyszer eltárolja. Ja, igen, teszem, csak mondtam, hogy ezt úgy emlékeztem, hogy az esetleg másnak nem egyértelmű meg volt. Tiszta legyen most már. Ugye ez gyakorlatilag egy kicsit abuse of notation, hogy azt mondjuk, hogy szuper, igazából a szelfre gondolunk, és... Igen. A szép kérdés, a dupla kérdője, hogyha a Neptune kérdezete volt, hogy kár, igen, tehát egy szűkös kérdés. Lesz egy olyan sor majd, amelyben ezt a dupla kérdőjel operátort fogom használni. Igen, a dupla kérdőjel operátor az az úgynevezett milk-alesztik operátor, ami azt csinálja, hogy az első argumentum egy optional típus, a második argumentum pedig egy ezáltal az optional által becsomagolt típussal egyező bármilyen más érték. Ez a default value, az alapértelmezett érték. És ez az operátor azt csinálja, hogy megnéz az optional-t, hogyha az optional az üres, tehát nil, akkor a jobb oldalát képző alapértelmezett értéket adja vissza. Ha viszont az optional az nem üres, hanem tartalmaz egy értéket, akkor az optional-t unwrap-eli, és abból szedik ki az értéket. Már így állhatod, akkor megmutatod. Csak hogy... Igen, igen. Már láttam, csak hogy mutatom. Itt lesz majd egy, ez már a végén. Ez már a vége felé lesz a kódnak. Úgyhogy itt, amiről itt szó van, az az, hogy van egy TS types nevű mapünk, amiben indexelünk egy népből. Ugye a map az egy asszociatív adatszerkezet, abban az adott kulcshoz vagy van érték, vagy nincs, tehát ő egy optionát fog visszaadni. És ez egyébként egy csúnya hacker is, hogy miért mondom azt, hogy ha nincs, nem találja ezt a lehetőséget, akkor itt táj.
ezt majd mindjárt visszatérünk utána arra, hogy ezt miért csináltam. Egyenlőre maradjunk még a függvény definíciónál. Következő függvény, amit szerettem volna implementálni, az a blokkokon lévő push inferencia. Ugye a blokk, hát ebben a jelben, amit írogatunk, ugye a sweep-re szeretnénk hasonlítani, ennek megfelelően a blokkok olyan szematikával fognak működni, mint sweep-be, statementeknek minősülnek, tehát nem adnak vissza értéket. Ugye vannak olyan nyelvek, amikben a blokkok azok értéket adnak vissza, körülbelül a GCC által támogatott ilyen group extension C-ben az ilyen command expressionok, meg Rust-ban az összes blokk ilyen, de nem tudunk ezzel foglalkozni. Úgyhogy sokkal egyszerű első ránézésre az életünk. Ha mit csináljunk, akkor egyszerűen mondjuk azt, hogy a self-type annotation az void, és ezzel az is lenne intézve a dolog, viszont van egy bökkenő. Az, hogy ugye a blokkban további statementek, expressionok lehetnek. Ez azt jelenti, hogy ha a blokkunkban csak ennyit csinálnánk a típus inferenciával, akkor itt maga a típus inferencia. Éppen ezért a blokkunkban az összes gyerekünkön végig kell menni, és a gyerekeket is meghívni, az infertile metódust. Az egészen egyszerűen ez a for ciklus fogja nekünk végezni. A gyerekünkön, az összes gyerekünkön még itt kell menni. Ez szerintem elég zavaró itt a sok billentyű jelentés. Kikapcsoljam esetleg? Jó, zavar. Kapcsoljuk ki akkor. Akkor kapcsoljuk ki szerintem is. Igazából mondom, a blokkot azt csak azért ennek a példának a kedvéért hoztam, hogy lássuk, hogy a típus inferenciát nem szabad megakasztani, nem szabad a gyerekeknek a típus inferenciájáról megfeledkezni még akkor sem, hogyha ugye milyen az esetben mindig folyik típussal térünk vissza. Amíg most gépáltat, addig még mondok egy pár szót. Az egyik megjegyzésem az, hogy ha látjátok, ugye a return kifejezés, vagy a return statement az mindig úgy néz ki, hogy return self-type annotation és egy felkiáltója, tehát force underscore van. Ja, a type annotation property-e az első osztálynak az opcionális, ugye nem feltétlenül kell minden egyes nódnak típusának lennie. Viszont amikor már ugye egyszer
szempontájbenutésének értéket adtunk, akkor már tudjuk, hogy ő nem nyílt, úgyhogy ez kimondta lesz a force unrefining. Na akkor mindenki sikeresen leírta. Van még, aki próbálkozik? Vagy mehetünk tovább? Igen, akkor jól látjuk. Akkor még várunk, egészen voltam. Következő ASK mode osztályunk, az a return statement. Ugye itt most egy olyan szeretem volna mutatni. Ugye a return statementnél megvan igazából a választásunk, hogy hogyan kezeljük a return statementet. Én azt láttam a legcélszerűbbnek, hogy a return statement az magával elmegy azt mondjuk, hogy a statement a mindig új típusú, és akkor amikor mondjuk egy függvényen belül a függvénynek a visszatérési típusát szeretnénk kikövetkeztetni, akkor amikor egy return statementet találunk, akkor belenyúlunk a return statementnek a kifejezésébe, és megnézzük, hogy a kifejezés milyen típusú. Viszont én egyszerűbbnek és egységesebbnek szemnek találtam úgy a kódot, hogy egyszerűen a return statementnek a típusából lehet megmondani a függvény visszatérési típusát. Tehát a return statementnek a visszatérési típusa egyezik az ő által visszaadott kifejezésnek a típusával. Tehát a következőképpen oldottam meg, megnéztem, hogy a parser, tehát a return statementnek van egy expression property-e, ez egy opcionális AST, azaz vagy nil, hogyha nem térünk vissza semmivel, vagy pedig valamiféle kifejezést megtestesítő AST. Na most, itt egy iflet statementtel megnézem, hogy létezik egy ilyen kifejezés. És ha létezik, akkor azt mondom, hogy a saját típus annotációnk az ennek a kifejezésnek a típusa legyen. Ugye itt megint szépen előjön az, amit az elején is mondtam, hogy miért tér vissza az infertile metódus a kikövetkeztetett típusra. Egyszerűen azért, mert így elegánsan van egy sorban meg lehet oldani, azt mondom, hogy x.infertype, és nem kell bőven azt mondani, hogy x.infertype, és utána self.type annotation egyenlő x.type annotation. Ha viszont nem volt ilyen kifejezésünk, azaz egy sima önmagába álló return statementünk van, akkor azt mondom, hogy én ezt void típusnak veszem. Ez egy igazából konvenció, a nyelvnek a szemantikája mondja meg, nem tudom, muszáj így csinálni. Ezzel azt szeretném demonstrálni, hogy a szemantikát azt mi szedünk meg a nyelvnél. Itt van egy választási lehetőségünk, és én azt mondom, hogy amikor nem térünk vissza semmivel, akkor az legyen void. Egy kérdés. Lesz majd tárcsak, hogy a return expression type az megegyezik a function type. Nagyon jó kérdés. Ugye, ha aki figyelmes volt, az észrevehette, hogy eddig type checkinget magát még nem is írtunk, még csak típus inferenciát írtunk. Az volt a kérdés, hogy lesz-e type checking is, hogy a függvénynek a deklarált típusa, az megegyezik-e a return által visszaadott értéknek a típusával. A válasz az, hogy többszörösen ilyennek kell lennie, sajnos mondom időhiánya van, rohanta meg minden, ezt már nem volt időm implementálni. Nem nehéz nyilván implementálni, az implementáció az úgy működik, hogy amikor a függvénynek a top level függvény AST-módnál vagyunk, akkor megnézzük ugye a visszatérési típust, a deklarált visszatérési típust. Ha ilyen nincs, akkor szépen végigmegyünk típus inferenciával, de egyébként is végigmegyünk az egész függvény törzsön rekurzívan, bejárjuk, kigyűjtjük a return statementeket, mondjuk egy listában vagy egy tömbbe, és utána minden egyes return statementnek megnézzük a típusát. És hogyha
találunk egy nem megfelelő típust, ami mondjuk nem konvertálható implicite, vagy a deklarált visszatérés típusa, vagy nem azonos azzal, akkor hibával visszatérünk rá. Csak itt az a logikus. Mi az ugye, csak azt gondolítja meg kicsit a dolgot, hogy meg kell nézni, hogy van-e deklarált típus, mert ha nincsen deklarált típus, ugye Swift azt hiszem, hogy ha nincsen deklarált típus, akkor automatikusan azt feltételezi a fordító, hogy void a visszatérés érték. Én úgy tervezem, azt szeretném, hogy úgy legyen a szemantikája a nyelvnek, hogyha nincsen deklarált visszatérési típus, akkor a visszatérési típust is inferenciával kiszámolja a compiler. Tehát itt igazából a függvény, mint olyan típus inferenciája, az úgy néz ki, hogy megnézem, hogy van a deklarált típus, kigyűjtem az összes return statementet. Ha nincsen deklarált típus, akkor mondjuk a legkisebb felső korlátját veszem az összes return statement típusainak, és az lesz a típus. Vagy adott esetben azt mondom, hogy típus hiba, vagy konvertálom mindegyiknek a legelsőnek a típusára, itt is számtalan lehetőségük van. Ha pedig van típus annotáció, akkor megnézem, hogy ezekkel érdemes az összes return statement. Az a kérdés, csak egy kis megjegyzés, hogy ez. De most megállítanék, hogy a típus következtetése nem működik jól az objekt management-en. Mi ez világgal, mert szóval az okok szabtájtónak hívják ezt a dolgot, de konkrétan arról van szó, hogy a típus elmondom a hátrányt, és egy kicsit kérdezik. Mikor van és akkor benne lesz a felmény? Nem tehát majd megismerem rá. Jó, szóval csak annyi, hogy a típus következtetés csak így gondolom, hogy a legáltalánosabb típust igyekszik itt kiszámítani, és bajba kerül akkor, hogyha valamilyen osztálynak ilyen sok osztálya van, és akkor nem tudja megmutatni, hogy melyik interfész, vagy melyiket kéne kiválasztani. És hát nem kérdezik, nem tudjuk fejlődni. Ez egy általános probléma a objektumeteknek, nehéz a típusítani, és azt mondja, hogy nem tudja pontosan azt a visszatérési értéket, akkor az nem azon nem is tehát a programozók, hanem azon nagyon kicsit. Igen. Hát több interfét üzenet el, akkor nem lehet kivenni, hogy igen, tehát itt volt egy ilyen megjegyzés, nagyon köszönjük, hogy az objektumorientált nyelveknél tipikusan nehéz az egyes objektumok osztályok típusait kikövetkeztetni. Például, hogyha mondjuk egy objektum az több, vagy egy osztály több interfészt implementál, akkor nehéz, akkor nem lehet megmondani, hogy melyiket választjuk a kettő közül, vagy hogyha egy osztályban olyan sok tagosztálya van, akkor azt is nehéz kell megmondani, hogy pontosan melyik osztályt választjuk. Itt volt egy nagyon fontos megjegyzés az elején, hogy ugye amikor a legáltalánosabb típus próbáljuk kikövetkeztetni, ez arra az esetre vonatkozik. Ilyet is csinálhatunk, tehát mondjuk egy funkcionális nyelvbe, ahol például az a cél, hogy a függvény a lehető legtöbb típusra működjön, ugye nyilván ott az inferenc algoritmus, az a legáltalánosabb típus szeretné kikövetkeztetni. Gyakorlatilag aztán van egy pár nyelv, ilyen F-sharpnak hasonlóban, ahol ezt automatikus generalizációnak hívják. Viszont kérdem én, miért már kérhetnénk a legspeciálisabb típus is? Én konkrétan most itt arra gondoltam, hogy írjunk egy olyan nyelvet, amelyben a típus inferencia nem a legáltalánosabb típust akarja kikövetkeztetni, hanem a lehető legspeciálisabb típus. És erre mondtam azt, hogy a típus rendszert egy hálóként, matematikai hálóként elképzelve, ugye ahol minden típusnak lehet akár több altípusa is, több típusból is származhat le, tehát ilyen subtyping kérdések. Itt ugye a legmagasabb szinten lévő típus, az úgynevezett top típus, amiből minden más típus leszármazik, mondjuk Swiftben ilyen az any, amire minden más típus ugye konvertálható, ez van a kvázi öröklődési generalizáció a legtetején. És akkor vannak a bottom típusok, amik pedig minden más típusra konvertálhatóak, ők vannak az öröklődési generalizáció a legalján, és ők pedig mindennek a akkor ők vannak az öröklődési hierarchia legalján, és akkor őket pedig minden lehet konvertálni. Na most, hogyha egy ilyen hálóként képzeljük el a típus rendszert, és azt mondjuk, hogy a, mit tudom én, több azonos
mondjuk van egy return statementünk, vagy több return statementünk egy függvényben, a függvények ugye egyszerre csak egy visszatérési értéke, vagy visszatérési típusa lehet, viszont mondjuk több return statement van, akkor azt mondja az Inference Engine, hogy megnézem, keresek egy legkisebb felső korlátot ezeknek a típusoknak, azt a lehető legspeciálisabb típus, amire még minden visszatérési értéknek a típusa konvertálható, és ezt fogom kikövetkeztetni. Ilyen esetben azért valószínűleg kevesebb probléma van vele, de ezt majd megváltjuk. És akkor most, mivel megérkeztek a pizzák, köszönjük Juditnak a tájékoztatást, ezért itt tartanánk akkor egy kicsi szünetet. A jól végzett munkáért a jogos kajához mondunk közvennék, és akkor utána pedig folytatjuk a típus inferenciával való foglalkozást. Ne felejtsenek el menteni. Hát itt a szünetre is nagyon értékes és kellemes diszkuszió alatt, hogy mindenféle szabadikához kapcsolódó dologról, meg matekról, meg mindenféléről. Úgyhogy ezek után szerintem meg is kell azt mondanom, hogy akkor rázódjunk vissza, mert mindannyian teljesen jól benne vagyunk jelenleg ennek a témakörnek a feldolgozásában és átélésében. Igen, ott tartottunk, hogy a return statementeknek a típus inferenciája, és akkor egyetlen dolog maradt hátra, hogy az inferentípust azt visszaadjuk. Hát akkor most gyakorlatilag az érdekesebb, most jutottunk el az érdekesebb OST, vagy nyelvi konstrukciókig inkább, ezt mondom, szemantikai értelemben már talán érdemesebb nyelvi konstrukciókról beszélni. Annyira nem érdekes az a ciklus inferenciája, hogy itt is annyit csinálunk, hogy a ciklus feltételt és a ciklus törzset is próbáljuk kikövetkeztetni. Változó deklaráció. A változó deklarációkat csak azért gondoltam, hogy beleteszem, ugye, hogyha emlékeztek, akkor az eddigi előadások során az AST magyarázásánál, meg a típusoknak a magyarázásánál is állandóan a változó deklaráció példáját hoztam. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ha már elméletben olyan szépen megtárgyaltuk a változó deklarációknak a típus kérdéseit, akkor már legalább ezt magunk implementáljuk. És akkor mutatom most, hogy néz ki. Ugye most láthatjátok ebből a roppant bonyolult és hosszú kódból, ami két egész sor, amiből az egyik az egy sablonos return. Az, hogy azért hoztam példának a változó deklarációt minden egyes előadásban, mert az a lehető legegyszerűbb szintre, ami még sajnos a triviális mondjuk egy iterátát be lehet mutatni rajta egy faszerkezetet, be lehet rajta mutatni egy bottom-up inferenciát. Ugye itt is az történik, hogy a self-mobility expert, tehát az initializáló kifejezés, ami ugye egy gyereke a változó deklaráció ASG-módnak, attól függ például a deklaráció a típus. Szinte itt ez az egy sor, mi gépelés van mindenkire. Remélem a return select type annotation az van mindenkinek bőszön a vállólapon, a kilövényben, meg ilyesmikben van. Ez ilyen humán refaktoring, tehát hogy az újjainknak se kelljen sokat dolgozni, ezt is kiemeljük egy külön részbe. Pedig ugye statementjeink voltak,
habár ugye eddig végig azt emlegettem, hogy a típus inferencia az jellemzően akkor szükséges, amikor kifejezéseink vannak és értékeink. Úgyhogy ezt nem most válandó. Most két kifejezetten kifejezés jellegű álláskérdődnek és ilyen konstrukciónak a típus inferenciáját szeretném megmutatni. Az első csoport az, ami talán a legegyszerűbb, a literálok. Ugye a literálok azok olyan értékek, amik konstansok bele vannak írva forráskódba. Talán a lehető legunalmasabb nyelvi konstrukció a literál. És mivel ugye konstansokról van szó, ezért a típusuk az fordítási időben ismert. Sőt, azt mondjam, hogy ismert, fordítási időben konstans. Úgyhogy, amit láthatjuk, van az integer literál, hát jelenleg az osztály. Egy integer literálnak nem meglődünk meg, hogy mindig integritusak. És most ezeket csak azért mondom el, mert most ilyen handicapet állapotban vagyok, hogy egy kézzel a mikrofon tartom a másikkal, meg a kódot copy-paste-telem. Próbálom a mikrofon tartom. Akár. Hát nem is. Ez a nagy szükségesség. Maradunk a hagyományos. Tudom. Na szóval, mert ezt nem azért mondom el, mert ezt valószínűleg az IKEA lévőknek ezt nem kell elmondani. Ez annyira nem érdekes, hogy a többit is azt meg is írtam, de az úgy benne is maradt a kódba. A floating point, illetve a string literálok esetén. De mechanikus munkát nem tartottam értelmesnek, hogy sokat csinálta, és akkor hát csak hát gondoltam. De velem az egyik legyen meg a három közül. Következő. Na az már egy érdekes, tehát egy nagyobb falat. Az így a hátralévő időt ki is fogja szerintem tölteni. Még szerencse, hogy ezt hagyta utoljára. De előtte még megmutatok egy nagyon csúnya hekkel is, ami egy csalás, és amit valójában nem így nagyon nem így kell megtanulni. Ez az identifiereknek, a változó neveknek, a függvény neveknek, a mindenféle neveknek a típus inferenciája. A probléma az, hogy amit emlegettem ugye, a típus elméletben gondolhatunk, hogy stb. Nem véletlenül van ilyen typing context, ugyanis önmagában szintaktikailag egy változó név és egy függvény név az nem mond el semmit a változónak vagy a függvénynek a típusáról. Ha csak nem használunk magyar jelölést, a Hungarian Notation, amit remélem azért nem használunk, mert elég a már a 21. században élünk. De mindegy, szóval ideális esetben a változó név, mint string, az nem így jelentőséggel a változó függvény típusának a megadásában. Viszont ugye ehhez arra van szükség, hogy a változóknak, illetve a függvényeknek a deklarációját azt ismerje a compiler. Ugye az a technika az, hogy mindig áll, amit mutattam az előadás részben, hogy a scope resolution az úgy működik, hogy vagy úgy is működhet, úgy is implementálható, hogy egy stack-kel, amiben a megfelelő scope-oknak a tartalmát, a változó deklarációit, függvény deklarációit tároljuk. Én most főleg időhiányában nem implementáltam sajnos ezt. Viszont ugye erre szükség lenne. Úgyhogy csalva, azt mondtam, hogy van egy példaprogramunk, ez a test.sui, amiben előre meghatározott számú és nevű függvényeink vannak. Méghozzá van egy Fibonacci, meg egy babiloni módszerre való gyökvonás, meg különböző konverziós, meg jó függvények. Úgyhogy én törvelmesen bevallom, hogy most a gyors munka érdekében egyszerűen hardcode-oltam ide ebbe a dictionary-be azt, hogy melyik nevű függvény
milyen típust akar. Ugye a Fibonacci függvényen egy int a bemenete, és egy intet ér vissza. A gyöngyvonás az egy valós számokat közelítő levegőpontos számot vár, és egy levegőpontos számmal tér vissza. Az int to string konverziós függvény rettentő meglepő módon egy intet vár, és egy stringet ér vissza. Természetesen this is a hack and is incorrect, hogyha egy bármelyik másik programot próbáljuk ezek után a típus inferenciát lefutatni, akkor egyszerűen nem fog működni. Csak az a baj, tényleg ez most kicsit hosszabbalmas lett volna még ezt is megírni, úgyhogy ez most sajnos kimaradt, de egyébként ez ténylegesen úgy nézze ki, hogy az infertile metódusnak argumentumként átadunk egy deklarációs kontextust, amely deklarációs kontextus tartalmazza az adott esetben a scope-ban lévő látható mindenféle neveket, és akkor egyszerűen ennek a kontextusnak egy ilyen lookup függvényével, vagy nem tudom, itt éppen azt csináltam, hogy az indexelés operátorával megnézzük, hogy van-e ilyen, nem sem mondjuk, erről van szó, megnézzük, hogy van-e ilyen név, és ha van ilyen név, akkor nyilván az ő hozzá tartozó már jó előre deklarált típust veszik alapul. Nyilván ugye ez segít, hát most látjuk, hogy hogy érnek össze a szálak. Ugye a nem deklarált változóknak függvények, azok itt fognak lelepleződni, mert ugye amit nem találunk meg a deklarációs kontextusban, és mondjuk őt kapunk vissza, arról tudjuk, hogy deklarálatlan, és akkor megint csak dobálhatjuk a szép típus hibákat. Na, a csúnyaság, amit elkövettem, az itt az, hogy változóink, azok csak és kizárólag egész típusúak, illetve talán levegő pontos típusúak, az ennek ott számok vannak a példa programunkban. Úgyhogy azt mondtam, hogy minden, ami nem ezeknek a függvényeknek valamelyike, az egy egész típus, tehát itt van ez a nilpalesztink operátor. Azt mondom, hogy ha nem találtam meg az előredetünk hát függvény nevek között, akkor abból lesz egy. Akkor azt feltételezem, hogy ő egy változó és minden változó int. Ugye ez megint csak egy csúnya megoldás. Nyilván itt is csináltam volna egy hasonlót listát, tök mindegy. Ez az egész egy csúnya dolog, amit valóságban nem így csinálnak, ezt most csak azért csináltam, hogy gyorsan. De ugye azért vannak itt a kommentek, hogy lássátok, hogy ezt hogyan kellene szépen csinálni, csak az most rosszul lesz valami. Ezért most mindenkinek az elnézését kérem, ez így most működni fog és a tesztesekre le fog futni. Ez szintén egy házi feladat, ugyanúgy, ahogy az AST-nek az algebrai adattípusokkal való átírása. Az is egy házi feladat, hogy a változó és függvényeveknek a rendes típus inferenciáját egy ilyen kontextussal, deklarációs kontextussal kiegészítsük. Na és akkor most jön a függvényhívás. Ilyen operátoroknak annyira most jön a függvényhívás. A függvényhívásnál több dologra is figyelni kell. Egyrészt ugye már itt az előző részben volt egy olyan kérdés, hogy ne csak típus inferenciát csináljunk, vagy nem csak azt mondjuk, hogy csináljunk, hanem típus ellenőrzés is. Már itt a függvényhívásnál már lesz típus ellenőrzés is. Mit kell tudni minden is? Egy, hogy itt a szünetben megemlített helyettesítési szabályokat vegyem most példaként. Ez most neked tessék meg. Ugye a típusozási szabály a függvényhívásnak az az, hogyha van egy olyan típusú függvény, aminek van egy paraméter típusa, meg egy visszatérési típusa, és ezt alkalmazzuk egy megfelelő típusú paraméterre, akkor megkapjuk, akkor ennek az alkalmazott kifejezésnek a típusa az a visszatérés típus lesz. Az azt jelenti, hogy a típusozási szabály semmit nem mond arról az esetről, amely esetben a függvényt egy helytelen típusú argumentumra próbáljuk megkívni. Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a típus inferenciához típus ellenőrzést is kell végeznünk, ugyanis, hogyha a paraméternek a típusa az nem egyezik meg, a függvény deklarált paraméter típusa nem egyezik meg a hívási paraméter típusával, akkor az bizony egy típus hiba.
Nyilván ez a formális szemantika szintén ugye úgy jelenik meg, hogy nincsen rá inferencia szabály. Mi meg józan paraszti észre is gondolhatjuk, hogy hát ez hülyeség. Akkor most nézzük is meg, hogy működik. Az act parent type változó, az az aktuális paraméter típus. Az aktuális paraméternek a típusa, az kiszedi a függvény hívásnak, ugye a paraméteréből, a paraméternek a típusát. Nyilván, hogyha nincsen paramétere, akkor azt mondjuk, hogy void típus. Ez a 491-től 495-ig terjedő sorok, tehát pontosan ezt csinálják. Hoppá. Bocsánat, akkor nyilván jobban látszik. Tehát, hogyha van egy paraméterünk, akkor annak a típusán kérjük be, ha nincsen paraméterünk, akkor azt mondjuk, hogy void. Ez a hívási paraméternek, az aktuális paraméternek a típusa. Van viszont nekünk egy függvényünk is, és a függvénynek is van egy típusa, és a függvény típusnak az egyik összetevője az a deklarációs vagy formális paraméternek a típusa. Hát egy ilyen kicsit csúnya módszert találtam arra, hogy Swiftben hogyan lehet két osztálynak az egyenlőségét megmondani. Egyszerűen le kell kérdezni a runtime-tól, hogy mi az osztályoknak a neve, és hogyha az osztályoknak a neve ugyanaz, akkor az osztályok is megegyeznek. Objektív szinten ezt sokkal szebben meg lehetne csinálni, ugye a dinamizmus miatt, ott egyszerűen két osztály leíró struktúrára mutató pointert lehet elkérni, és akkor ezeket a pointereket összehasonlítani. Swiftben, ha jól látom, akkor ez nem feltétlenül működik, vagy pedig sokkal bővültabb a megvalósítása, mint ennek a hát kicsit csúnyácska, de működő és viszonylag egyszerű módszernek. Úgyhogy a formal type-ném az úgy összesen a típus elét nézi meg a formális paraméternek, az actual type-ném pedig a típus nevét kérdezi el a hívási paraméternek. Aki szemfüles, az észrevehette, hogy mi van akkor, hogyha mind a kettő függvény típus, mert ugye akkor simán function type stringet fogunk kapni, és akkor ugye két akár inkompatibilis függvény típus is lehetne egyenlő. A megoldás az annyi, hogy jelenleg a nyelvünknek a szintaktikája, tehát már a parser nem engedi azt, hogy függvény paramétert vegyen át, vagy függvénnyel térjen vissza. Tehát amikor van egy függvény típusunk, akkor annak csak primitív típus lehet a paramétere is, meg a visszatérési típusa is. Ez pont ezeknek az egyszerűsítéseknek a kedvéért. Tulajdonképpen ez egy valós programozási nyelvben ez nem így lenne, hogy nem lehet függvénnyel visszatérni, meg nem lehet függvényt átadni. Manapság azért már ezt elvárjuk, hogy lehessen, de így sokkal egyszerűbb volt megcsinálni. Természetesen, de mit kell csinálni akkor, hogyha egy valós programozási nyelvet implementálunk és ahhoz írunk compiler, és abban szeretnénk egy ilyen típus ellenőrzést megvalósítani, akkor egy úgynevezett mély egyenlőséget, egy deep equality-t kell vizsgálni, azaz a két függvény típusnak a struktúráját is szépen rekurzívan meg kell vizsgálni, hogy minden egyes gyerekük, argumentumok, visszatérési típusok, mindenük megegyezik el az egész két típus hierarchia, vagy pedig legalábbis valami konverzióban közöttük. És akkor igazából itt erről van szó, hogyha a két típus név, a formális és a hívási paraméter megegyezik, akkor kapunk típust, ha pedig nem, akkor én most ide csak egy warningot tettem, méghozzá ennek az volt az oka, ugye, hogy ezt a csúnya hacket csináltam az előbb a változó nevekkel. Minden változó név, ugye itt, és vannak viszont olyan függvények, amik nem mind, hanem ebből paramétert vesznek át. Itt ezek között a konverzió az megengedett, van értelmes konverzió, definiálható, és nem akartam, hogy itt elkodokat dobáljunk, és akkor csak az legyen a vége, hogy nem is működik az egész, és a meg semmi érjünk oda, az úgyhogy csak egy warningot fog dobni, és a típusnak tudnék megkapjuk. Nagyon fontos itt még a 497. sorban, amit írtam, egy ifletet. Ez annyit csinál, ugye, hogy elkezdteli a function-nek a típusát,
function type-ra feltételesen még hozzá. Ez egy ilyen optional casting. Ez azt csinálja, mintha valaki C++-on programozott, akkor az olyasmi, mint a dynamic cast. Ez nyílt ad vissza, hogyha nem megfelelő osztályra, hogyha nem function type, vagy annak a osztálya az fn type. Vagy a, bocsánat, a function.info type-nak a visszatérési értéke. Tehát itt megnézzük, hogy ténylegesen amit mi hívni akarunk, az függvénye. És ha mondjuk egy DOS típusú valamit mondjuk egy, nem tudom, egy intet akarnánk meghívni, ami nem nincs értelme, akkor megint nem futna le ez az ák, hanem akkor az elzák futna le, és akkor megint kapjuk a típus hibákat. Ez csak azért van benne. Most, hogy igazságos legyen a játék, amúgy is muszáj. Most szépen ezeket elkezdeni átmásolni. Úgyhogy ti eddig nyugodtan nyitáljátok. Ez egy nagyon biztató, hogy ez már az utolsó függvényünk, ugye? Mindjárt lesz egy kész használható típus inferencia programunk. Zseniális szerintem. Hosszú függvény, ha valaki lemaradt vagy nem tudja követni, akkor nyugodtan szóljon és megmaradjuk. Warning message-et most nem is fogom ide kiírni, úgysem fogunk minket érdekelni a végén. Minden csak annyi ide, hogy print warning. Meg kell mondani az egész függvénynek a throws, és akkor amiket azt ír, akkor az is throws, meg mit tudom én, és akkor ezt nem akartam. Egyszerűen ilyen offset false-okat belepakoltam, mert az egyszerű volt. Egyébként sem szeretem a kivételeket. Pénz. Pénz. Jó.
Akkor mehetünk tovább? Így van. Szerintem nem is egyszerűséggel készen vagyunk. Igen, hogy miért akkor nem semmi más, és amúgy is a kód végére értünk. Úgyhogy ezt most megpróbálom lefordítani. Ugye a puding próbálja a fordítás. Ezt már Petri Kosárlal is megmondta. Micsoda? A tesztelés. De hát, ha már nem is voltunk, csináltam nektek frissen főzött makefiles. Úgyhogy nyugodtan mindenki makefile-t, akinek majd van nyitva. Akinek van még a gépen mondjuk. Szerintem mindenkinek van még a gépen. Jéj, lefordult! És hogy lefordult, mert most megünnepeljük azzal, hogy lefuttatjuk a tesztfájlunkra. Még mielőtt lefuttatnám a tesztfájlra, mutatom, hogy a toString metódusokhoz, az AST-nek a gyakorlatilag stringifikáló vagy stringre konvertáló metódusaikhoz hozzáadtam azt, hogy a típusokat is ki nem fogja szépen. Itt a típust is ki fogja írni, úgyhogy amikor most ugye az előző részből emlékezhettek, hogy amikor a parser kiadta ugye az AST-t, akkor az AST-t utána kinyomtattuk ilyen szép fa formában. Most ehhez tájt típus annotációk is fognak járulni, úgyhogy megnézhetjük, hogy sikeres volt és helyesen a típus inferencia. Most lehet, akkor futtassuk is le. Kaptunk egy szép hosszú listát. Geniális. Az int to string függvényünk egy függvény típusú, ez jó. Ugye azt nem, mivel elfelejtettem a beginning egy self.type annotation von to string, ezért sajnos az egész típus nem írja ki, hanem csak azt, hogy egy function type osztályú, de majd azt is megcsinálom, csak mindjárt kiadjuk fel az egész típus. Összes ilyen gyönyörűséges függvényünk az nem helyesen van típusodva. Bináris operátoroknál most azt feltételeztem, hogy a bináris operátoroknak a típusa az ugyanaz, mint a két argumentumoknak a típusa. Tehát, hogyha egy intet hasonlítok össze egy másik intel, akkor abból egy intet kapok, jelen esetben egy vagy nullát vagy egyet. Ha double-öket hasonlítok össze, akkor abból egy double-t kapok, 0,0 vagy 1,0, nyilván ez kicsit ilyen hülyen, vagy csak így volt egyszerű implementálni. Persze megint hozzáadhatunk volna, mert ez egy boolean típus, csak akkor külön kellett volna bináris operátorokat szedni, nem akartam azzal most vesződni. Természetesen megoldható, de így is értelmes szemantikát lehet ezeknek adni. Látjuk, hogy a integer 2 int literálnak, int a típusa, egyenek is int a típusa, két int összeadásának is. Ugye nézzük, hogy a function code-ja ki van acsi. Az paraméterként is integert vesz át, meg visszatérés értékként is azt ad, hogy a függvényhívásnak is a típusa int lesz. Csupa-csupa int. Bezzek, hogyha a babiloni módszerrel valahogy ökvonást nézzük, akkor az már levegőpontosokkal dolgozik. És milyen meglepő, hogy a 0,0 konstans az egy tabel, meg a másik 0,0 is egy tabel. Meg az epsilon is egy tabel. És akkor van egy változó deklarációnk. Látjuk, hogy itt van egy identifier x-ünk. Ha emlékeztek, ugye az a csúnya hack, amit ott abban sajnos kénytelen voltam beleírni. Azt mondja, hogy az x az mindenképpen egy int. De látjuk, hogy a típus inferencia ennek ellenére helyesen double-t határoz meg. Ez azért van, mert úgy van beállítva. Azt mondtam, hogy én olyan szemantikát találok ki a nyelvnek. Mindenki teljesképpen jöjjön. Olyan szemantikát találok ki a nyelvnek, hogy amikor egy egész számot osztok egy levegőpontosra, vagy fordítva, akkor az eredmény is levegőpontos lesz.
nagy ciklusunk, a nagy feltétele. Tehát szépen látszódnak a szümmény, függvény, de változó definíció, függvény definíció, ennek függvény típusa van helyesen. Tehát látjuk, hogy szépen helyesen működik a típus inferenciánk. Láthatjuk, hogy amikor egy string visszatérésű függvényt, ezt az intus string függvényt hívjuk, akkor a hívás kifejezésnek magának a típus a string. Úgyhogy nagyon szépen és jól működik. Úgyhogy szerintem ezzel így már lehetünk elégedve. És akkor most csináljuk azt, hogy átadnám a szót itt az aljabai adattípus alkalmazottam. Azt a választ kaptam, hogy ez fel van töltve a meetupnak a oldalára. Ezek szerint a teljes kód az elkészült? Nem, azt kérdezik, hogy elérhető oldalára. Igen. Tehát azt itt tartjuk, hogy nem futottam rá. Egy zibő van fent, a kóra, amelyik itt van a fent, amelyik tetszik a hozzá. Ha? Ezt azért most megnézzük. Úgy látom, hogy lejött. Mi volt ennek a neve? Sweet Type on. És akkor a Type on? Igen, a fetchben látszik a különbség. Ha a konzolból csinálsz egy gépítet a head kalappal, akkor a színes a kódra. Igen, az nagyon jó lesz. Ebből még jobban látszik, hogy csak a függvény típusnak vannak így gyerekei. Látom a show, mint terminológia, az úgy Haskellből az átjött. Itt ugye láthatjuk, hogy lehet switchelni szépen a típusra, az imánnak a tagjaira. Ezt ugye konkrétan meg lehetne például egy meppel is csinálni. Viszont, pont azt akartam mondani, hogy én ezt egy meppel csináltam volna meg, viszont ennek az explicit switch case-nek itt az az előnye, hogy ugye a compiler itt konkrétan látja, hogy az összes létező lehetséges variánst, vagy az összes típusnak az összes tagját felhasználhat, úgyhogy nem mondja azt, hogy hát lehet, hogy ebben a dictionary-ben nincs is benne, és akkor le kell kezelni a nil esetet is, meg a defaultot is. Itt látja a compiler, hogy mindenki le van kezelve, és akkor nem kell fölösleges köröket futni fölöslegesen. Ja, és akkor itt láthatjuk, hogy ugye nem kvázi példányokat adunk vissza egy osztályból, hanem az innen az egyes tagjait, értékeit közvetlenül. Ez megint egy ilyen zajredukciós tényező. Nagyon szép, és akkor meg is nézhetjük és akkor itt és ha egy viszont egyszerű, akkor tudunk egy végzőfet nyomni. Igen, itt láthatjuk, hogy el lehetett a zárójelet hagyni. Mindenhol nagyon jó. Igen, sokkal jobban, sokkal szebb egyébként, hogy nem kellene fölös zárójelet.
itt ugye egy egymás bágyazottként is ez létre helyettem, ugye nem túl szép, sokkal explicitebben lehet switchelni a típusoknak a tényleges, hogy is mondjuk, identitására. Szintén ugye switch. Tehát nézzük meg, hogy ugye sok a piros a zöldhöz képest, tehát kevesebb lett a kódunk. Figyeljük meg, hogy ez így kifejezetten kevesebb lett a kódunk, amit ugye általában szeretünk. Úgyhogy már nincs más. Úgyhogy ezt köszönjük szépen Csabának, ezt az érdekes és nagyon konstruktív implementációt. És hát akkor szerintem nagyjából itt lenne a konklúziója a mai alkalomnak. Ha valakinek még van kérdése, ha közérdekű, akkor még most tegyek föl, ha csak magámban szeretne, akkor egészen nyugodtan. És köszönöm, hogy eljöttetek. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, tanultatok valamit. Én is tanultam ma tőletek, úgyhogy ezt külön köszönöm. És akkor várlak benneteket, meg hívjatok még sok embert a következő alkalomra, még érdemesebb lesz. És köszönöm Vizik Gábor kollégámnak, hogy sajnos még most nem tud itt lenni a szervezésnek a mindenféle nagyon értékes technikai és szakmai segítséget. És hát akkor sziasztok! Az első adásnak a felvétele fel van. A második, az a baj, hogy akkor külön készült hang és kép felvétel, meg külön az előadásról egy screencast, meg külön a kódolásról. Viszont a második előadáson is még ugyanaz volt a rendszer, nem volt egységes felvétel, és a második előadás már nem volt időm erre. Úgyhogy a második előadásnak ilyen anyagosan most nincsen fel. A kódolásnak az előadás gyertek, és az a szóval nem tudom, hogy mikor a szívem azt csinálni, úgyhogy ezt mindjárt sem. Nem találtam, és azt hiszem, hogy el van húva. Nem, csak az első rész van, mert nem volt időnek csinálni a második rész. Nem probléma, itt voltam. Igen. Ja, akkor pláne akkor nem vesztettél sokat vele szerencsére. Csak esetleg jövőre nézve, ha valamik nem tudok eljönni. Ja, igen. Tehát általánosságban fönn lesznek amúgy, na hogy lehet ebből most tudni. Nem így logoznak, de az itt kell, vagy hogy már... Igen, minden. Meg van egy, a legelső része az YouTube-on is föl van. Tudom, oké. Okay. És ugyanúgy az eventnek a honlapján. Jó, csak nem feltöltöm. Igen. És talán mi a kereszt. Okay. Ja, Ctrl.